Szép jó estét kívánok mindenkinek, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, Megyeri Jonatán vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit, szokásos esti tóra tanulásunkon, amikor megismerkedünk a zsidó filozófia, a zsidó koncepció, a zsidó életvitel, a zsidó Weltanschauung alapjaival. Üdvözlöm Máté Lalát, Szilágyi Tomit, aki mindig az elsők között van itt, és ez nagyon nagy büszkeség számomra, nagyon örülök neki. Itt van Orsi, itt van Steven, most már Marján Zsolti barátom, remélem jól van, kedves felesége és az egész család. Solyom Zsuzsa oszlopos tagjai gyűlnek a közösségnek, Molnár Dani barátom. Örülök, hogy itt vagy. Blümel Dávid, természetesen, aki szintén oszlopos tagja, Varga Katalin, ez egy csupa ismerős arc, van, akit személyesen is van szerencsém ismerni, van, akit Bakos Sanyi barátom, van, akit személyesen is van, van szerencsém ismerni, van, akit sajnos még nem ismerek személyesen, de ami késik, nem múlik, itt van Kulcsár Tibor barátom, itt van Zsüli Károly, most már több mint 50-en vagyunk, úgyhogy hajrá! Ráadásul tegnap rekordot döntött. Még nem volt olyan, hogy 142-en. Az volt a eddigi legtöbb, 142-en nézték egy adott pillanatban ezt az esti kis tanulást, ami tök jó. Mielőtt azt mondjátok, hogy ez én érdemem, ki kell javítanom, mert ez a ti érdemetek. Ugyanis nagyon sokan serelik az adást, és ez tök jó, mert így minél több mindenki az el tudnak jutni. Én azt gondolom, hogy pozitív üzenetek, de javítsatok ki, hogyha tévedek. Mindenkit arra buzdítok, hogy lájkolja a Facebook oldalt, mert az még mindig tök jó. Mit szólok a béke megállapodáshoz, kérdezi Dávid. Olyannyira jó a kérdésed, Dávid, hogy az eheti podcastnek ez az egyik témája, a béke megállapodás, úgyhogy ajánlom majd figyelmetbe, holnap fog, Isten segítségével holnap, legkésőbb péntek reggel, de majd el fogom mondani, megjelenik majd, majd látjátok a Facebookon, meg ki fogom tenni, fog megjelenni a podcast, és Seres Attilával fogok róla beszélgetni, ha mármint a béke megállapodásról, Seres Attilával fogok beszélgetni, a Neokon egyik szerkesztője, kollégám a Neokonban, ahol én is írok, és egyébként pedig számomra az egyik leghitelesebb szakértő, egy objektív ember. Hát röviden, a béke megállapodásról mi a véleményem? Hát az, hogy tök jó, nagyon örülök neki, de annál sokkal több ez, mint jó. És erről majd akkor a podcastben fogsz tudni részletesen hallani. Úgyhogy ajánlom sok szeretettel neked is figyelmetbe. Itt van Asher, Sharon Asher barátom, felteszem Izraelből talán, Anita, Nelly, de rég láttam Nellyt már itt a tanulók között, de hát ez lehet, hogy csak elkerült a figyelmemet, Kati, Villő természetesen, Angéla, örülök, hogy itt vagytok mindannyian, tök jó. Mit akartam mondani? Ja, valamit akartam mondani. Érkezett egy kérdés, még nem volt időm teljes, még egy mélységében átnézni, de tulajdonképpen a halál utáni életről kérdezett az egyik kedves tanulótársunk. De azt hiszem, hogy lehet, hogy majd el fogom olvasni alaposabban ezt a kérdést, és akkor holnap fogok erre válaszolni. Már többször beszéltünk a halál utáni életről, és írtam is róla a blogon, számos vagy több alkalommal, különböző aspektusokból, de azt gondolom, hogy viszonylag ez az egyébként nehéz koncepció, és összetett koncepció, elég jól összefoglalható, azt hiszem, és a judaizmusnak olyan válasza van erre a mindenki foglalkoztató kérdésre, vagy tudjátok, mint az igazság az, hogy ez a kérdésem nem mindenkit foglalkoztatta mindig. A judaizmus alapvetően az életvallása, nem a halálvallása, úgyhogy minket nem az érdekel, hogy mi lesz a halál után, hanem az, hogy mi van ezen a világon, ez a fontos. De ettől függetlenül persze, hát ez mindig érdekes kérdés, és van. Szóval azért érdemes ez a kérdéssel leginkább foglalkozni, nem csak azért, mert az embereknek megnyugvást ad már ezen a világon, hogy tudják, hogy a következő mi lesz. Itt van Györfi Laci barátom, szeretett, üdvözlöm. Hanem azért is jó, mert... De Csilla, fogok válaszolni erre a kérdésre. Gulden Csillának mondom ezt, aki feltette a kérdést. Nézegesd a blogot is, de holnap este akkor foglalkozok ezzel részletesen egy kicsit ezzel a kérdéssel az elején. Mert szerintem azért is van relevanciája, mert nem csak azért, mert az embernek a lelkét megnyugtatja, hanem azért is, mert többek leszünk azáltal, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk ezen a világon. Szóval ahhoz, hogy az ember a halál utána is, hogy mondjam, kellemesen érezze magát, vagy üdvözüljön, vagy nevezzük, ahogy akarjátok,
ahhoz ezen a világon van tennivaló, és ez igazából fontos, hogy ezért fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. Dávid írja, hogy megtalálta a ma 20 éve elvesztett kipályát, amit a Ben Gurion repülőtéren kapott. Ez lehet, hogy valami jel, Dávid, nem? Hogy kéne kezdeni valamit azzal a kipával, ha már megtaláltad. Az is lehet, hogy a teremtő akar neked üzenni, hogy Dávid barátom, itt az idő, hogy felgyűrd az ingújadat, és kicsit komolyabban foglalkozzál az őseid örökségével. Talán nem biztos, nem tudom, nekem nem mondta Isten, de hát, hogyha ilyen módon is lehet értékelni, vagy dekódolni ezt az üzenetet, itt van Jéger Laci barátom. Úgyhogy akkor holnap fogunk beszélni egy kicsit majd a halál utáni életről. Tegnap pedig arról beszéltünk, a 5. fejezet 15-ös misnája, Ács Lacit még nem láttam itt a tanulótársak között, de biztos vagyok benne, hogy már itt van, vagy ha nem, akkor majd fog jönni, és abban is biztos vagyok benne, jó estét kívánok mindenkinek, hogy be fogja másolni majd ezt a misnát ide a chat folyamba. Azt mondja a misna, hogy négyféle természetű ember van a tanulmányokat illetően, ugye mondta is négyféle, az egyik olyan, mint a szivacs, a másik olyan, mint a tölcsér, a harmadik olyan, mint a borszűrő, és a negyedik olyan, mint a szita. Most, amikor szitáról beszélünk, akkor inkább egy olyan aranyásó szitát kell gondolni, amikor fennmaradnak a jó dolgok, ugye, mert az egyik az a szivacs, az olyan típus, az olyan embertípus, aki mindent magába szív, ugye, a jót is, meg a rosszat is. A tölcsér az mindent átereszt magából, a semmit nem tart meg, csak kicsit processzál, de aztán utána átereszt mindent. Aztán van a borszűrő, amiben kiesik a jó dolog, és benn marad a rossz. Ez ugye nyilván nem kifejezetten előnyös. És aztán van az aranyásó szitája, amiben pedig benn marad a jó, és kiesik a rossz. Ugye, tehát az egyik füleden bemegy az információ, és ami jó és értékes, az benn marad, ami rossz, az pedig kimegy a másik füleden. Ugye Liszt citát ír Györfi Laci barátom, és igaza is van, mert a misna is arról beszél, csak ugye a misna, amikor azt mondja, hogy tehát a misna azt mondja, hogy kihullik belőle a finom liszt, és fennmarad a tartalmas liszt. De ugye a szitálásban, amit például a pékségekben használtok, az végségben használtok, ott a jó minőségű liszt megy ki, de itt a misna arról akar beszélni, hogy olyan típusú szitáról, ami a jót fenntartja és a rosszat engedi át. Egy ilyenfajta szita. Jó, ez lenne a misnának. Tehát akkor ne ragadjunk le, Lacikám, a szakmai. Tudom, hogy ugye kedves Györfi Laci barátom a Semes Pékség tulajdonosa és vezetője. A Semes Pékség az egyetlen magyarországi kóser pékség, aminek a termékeit, ha nem volnék folyamatos diétán, akkor sokkal többet fogyasztanám, de az asztalunkra kerül csak és kizárólag. Ha PK-ról van szó, akkor csak és kizárólag semes termék kerül természetesen az asztalunkra. Mindenkinek szeretettel ajánlom. A semes.hu, ha jól emlékszem, a weboldal, és a Dohány utcai kóser piacon, Dohány utca 36 szám alatt lehet találkozni a termékeikkel, és lehet rendelni is természetesen egy csomó mindent, úgyhogy Laci-nak szakmai, ha úgy tetszik, szakmai ártalom a liszt szűrő, úgyhogy ezért mondtam, hogy egy olyan szűrő, milyen szűrőt írsz? Azt írja Pataki, Tomi barátom, hú, de régen láttalak, Tomikám. Jó szűrő, igen, jó szűrő, tehát olyan szűrő, amikor fönnmarad a jó. Mint az aranyások, jó, akkor maradjunk annyiban, mint az aranyások szűrője, ugye a szitája, az aranyások szitája, amiben a fönnmarad a jó dolog, és lehullik a rossz. És azt is bátorkodtam mondani tegnap, hogy bár a misna négy különböző embertípusról beszél, itt van Ács Laci, szeretettel üdvözöllek, kicsit késve érkeztél, ennyi bejje, de örülök, hogy itt vagy. Szóval, hogy azt is bátorkodtam mondani tegnap, hogy nem csak, hogy a misna beszél négy embertípusról, de ezek az embertípusok, ezek megtalálhatóak minden emberben, váltakozva akár, vagy az életünk különböző periódusaiban. Azt bátorkodtam mondani, hogy az ember, amikor még nagyon gyerek, amikor még kicsi gyerek, akkor a kisgyereknek olyan a feje, mint a szivacs, mindent magába tart, ugye ezért kell vigyázni arra, hogy a gyerekek előtt az ember mit mond és mit csinál, mert mindent megtanulnak, a rosszat ugyanúgy, mint a jót, úgyhogy erre óvatosan kell, jó példával kell előjárni a gyerekeknél. Aztán később az ember olyan lesz, amikor tinédzser, akkor olyan lesz, mint a tölcsér, ami minden keresztül megy, ugye a tinédzsernek általában az egyik fülén be, a másikon ki, mert lázad, és minden, ami konvencionális, minden, ami szabályszerű, minden, ami úgy érzi, hogy korlát, hogy egy legkisebb mértékben is korlátozza az ő személyes autonómiáját és az ő személyes szabadságát, azt elveti. Ugye a kamaszok azok sokszor ilyenek. Aztán az ember aztán felnő, bölcsebb lesz,
és amikor bölcsebb lesz és tapasztal, hogy a véget ér a tinédzser lázadó korszak, akkor pedig a jó információt szívjuk magunkba, és a rosszat engedjük ki. Aztán, amikor idősek leszünk, amikor gyerekek vagyunk, olyanok vagyunk, mint a szivacs, amikor lázadunk, akkor olyanok vagyunk, mint a borszűrő, ami kiengedi a jót, és csak megtartja csak a rosszat, mert a lázadásnak ez a sajátja. Aztán, amikor felnőttebbek leszünk, akkor érettek vagyunk, akkor megtartjuk a jót, és kiengedjük a rosszat. És amikor idősek vagyunk, akkor pedig mindent kiengedünk. Tehát idős korban van az, hogy az ember már ugye nem emlékszik semmire, vagy sokkal nehezebben emlékszik valamire, a rövidtávú memóriája. A rövidtávú memóriája már nem olyan, mint régen. Ugye nagyon sokszor van ilyen idősebb embereknél, akik egy kicsit szenilisek már, hogy az éppen aktuális dolgokra nem emlékeznek, de azzal, hogy mi történt 50 évvel ezelőtt, arra pontosan emlékeznek. Nekem van ilyen rokonom, pontosan a feleségemnek van ilyen rokona Izraelben, akik holokauszt túlélő mind a kettő, az egyik már meghalt sajnos, és amikor a életük vége felé már inkább inkontinencia, azt írja Györfi Laci barátom, inkontinencia. Hát, mármint intellektuális inkontinencia abban a tekintetben, hogy nem marad meg semmi belül. Ez egy nagyon szomorú időszak nyilvánvalóan. Ez egy nagyon, ugye olyankor látni embert, egy idős embert, amikor már nem emlékszik igazából semmire se, amit azzal, hogy mi történt 5 perccel ezelőtt, vagy tegnap, nem ismeri föl a legközelebbi rokonait is, akkor az már az egy elég szomorú időszak. Volt egy film egyébként, egy elég jó film, amit az egyik kedvenc rendezőm rendezett, Zsuli írja a demenciát, igen, hasonló, demens állapot, így van. Most van egy jó film, egyébként mindenkinek ajánlom figyelmébe, hát ez már legalább 20 éves ez a film, az a címe, hogy Memento, és egy Christopher Nolan nevű rendező rendezte, akinek az egyik kedvenc rendezőm, Christopher Nolan rendezte, és Guy Pearce játszik benne, ha jól emlékszem, és egy szuper film, egy srácról, tudjátok, mit nem lövöm le, nézzétek meg az imdb.com-on, aztán utána töltsétek le, vagy keresétek meg valamelyik streaming szolgáltatón, az a címe, hogy Memento, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, az például semmi köze a zsidósághoz nem azért ajánlom a figyelmébe, hanem csak egyszerűen azért, mert egy jó film. Nem minden jó filmnek van köze a zsidósághoz, de sok jó zsidósághoz köthető film van. A Memento az egy jó film, semmi köze a zsidósághoz, nem is tudom, ezt most miért említettem, talán a rövidtávú memória elveszésének, vagy elvesztének a nyomán. Most nézzük a 16-os misnát, menjünk tovább, 16-os misna. Ez nagyon híres misna, és azt gondolom, hogy nem csak egy híres misna, hanem ez egy olyan misna, amit kedves barátaim, hogyha megértünk és elsajátítunk, az azt gondolom, hogy nagyon sokat tud a mi életünkben. Számomra nagyon sokat segített ez a misna, amikor én ezt megismertem, és nem csak amikor megismertem, hanem amikor elolvastam hozzá a kommentárokat, és főként amikor ezen gondolkoztam. Tehát amikor ténylegesen rászántam az időt, hogy végig gondoljam azt, hogy mit is akar üzenni ez a misna. Azt mondja a misna, figyeljetek ide, kol davar se hitlu jábe davar, patel davar, Betéla Ahava. Minden olyan szeretet, ami valamitől függ, abban a pillanatban, hogy megszűnik ez a függőségi viszony, abban a pillanatban, hogy megszűnik az, amitől ez a szeretet függ, abban a pillanatban megszűnik a szeretet is. Vese én ott lúja bedavár, az a szeretet, ami nem függ semmitől, Batel davar, Betéla Ahava. Akkor bármi is megszűnik, a szerelem is. A szerelem az megmarad örökre. A szeretet megmarad örökre. Minden olyan szeretet, ami valamitől függ, abban a pillanatban, és akkor erre koncentráljunk, mondom Misna két példát egyébként. Ejzehi álvás, hitlujába, de vár, mi az a szeretet, ami függ valamitől? Zuhávát Amnon ve Tamár, az Amnon és Tamárnak a szerelme Mózes, vagy Sámuel második könyvéből, majd holnap ezt részletesen, vagy esetleg érdemes részletesen kielemezni a történetet. Vese Einat Lujáv Dávar, és mi az a szeretet, ami nem függ semmitől, Zuáva, Dávid ve Jonatán, az Dávidnak és Jonatánnak a barátsága. Dávid és Jonatán szeretete. Ugye sokszor rossz indulatú bibliakritikusok Dávid és Jonatán barátságát valamiféle szerelemként akarják leírni, erről persze szó sincsen. Dávidnak a Jonatán volt a legjobb barátja, Jonatán a Saul királynak volt a fia, és Jonatán, akiről egyébként én is a nevemet kaptam, pontosabban a nevemet választottam, mert én saját magam választottam a nevemet, mert
szerencse vagy nem, de nem gyerekkoromban metéltek körül, nem 15 éves koromban metéltettem körül saját magamat, és természetesen orvos által megfelelő módon, és Virágot Algernonnak, az is egy nagyon jó film egyébként, ú, de jó film, csak nagyon szomorú. És akkor választottam ezt a nevet, ennek is külön történetem, amit egyszer elmondom, ha akarjátok, hogy miért ezt a nevet választottam. Na mindegy, de Jonatán Saul királynak volt a fia, és amikor Saul Dávid ellen fordult, hogy a Biblia történetben ugye Isten elveszi Saultól a királyságot, és odaadja Dávidnak, de van egy ilyen transition period, egy ilyen átmeneti időszak, amikor még mindig Saul a király, és Dávid még nem foglalja a trónt, és akkor Jonatán védi Saul haragja elől Dávidat. Bárhogy is legyék, koncentráljunk a misnának a lényegén. A misna az a következő. Vagy a misna lényege a következő. Az a szeretet, ami valamin múlik, ami valamitől függ, az abban a pillanatban, hogy ez a függési viszony megszűnik, a szeretet is megszűnik. Ha én téged azért szeretlek, mert tudod mit, tegyük föl, baráti viszonyba kezdesz egy befolyásos emberrel. Azért, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy az ő befolyása, az ő pozíciója majd segíti neked a, nem tudom, a bizniszedet, a karrieredet. Jóban leszel a főnököddel. Abban a pillanatban, hogy az ember már nem a főnököd, abban a pillanatban, hogy ez a befolyásos ember már nem befolyásos, abban a pillanatban, amikor az ember már nem gazdag, abban a pillanatban eltűnik a barátság is, mert ez a barátság, ez valamin alapult. És ha kihúzzák ezt a szőnyeget, a barátság lába alól, akkor megszűnik a barátság is. Azt hiszem, ez elég egyértelmű. Amíg sokkal kevésbé egyértelmű az, hogy az ember, ha áttekinti, hogy a kapcsolatai, hogy hány olyan kapcsolata van, amely valamitől függ, hány olyan kapcsolatunk van az életünkben, hány olyan emberi kapcsolatunk van az életünkben, ami függ valamitől, és mérlegre tesszük azzal szemben, hogy hány olyan kapcsolatunk van, ami nem függ semmitől, akkor nagyon meg lennénk lepődve, hogy milyen kevés olyan kapcsolatunk van, amit semmilyen érdek nem vezérel, semmilyen érdek nem motivál. Meg lennénk lepődve, hogy milyen kevés ilyen kapcsolatunk van. Ugye szoktuk mondani, hogy a gyerekeinkhez fűződő viszony például az érdekmentes. A gyerekeinkhez fűződő viszony úgy azt szoktuk mondani, hogy érdekmentes. A szüleinkhez fűződő viszonyról szoktuk azt mondani, hogy érdekmentes. Vajon a házasságunk, a szerelmünk, az vajon érdekmentes? Vajon a házasságunk, vajon a szerelmünk, a férjünk és a feleségünk iránti, férjünk vagy feleségünk, nem és, vagy férjünk vagy feleségünk iránti szeretetünk, az vajon érdekmentes? Ugyanis, ha nem, ha azért szereted a feleséget, mondok egy példát, és tudjátok, mint egy nagyon brutális példát mondok. És itt mond ellent a 3300 éves zsidó hagyomány a pár évtizeddel ezelőtt kialakult, talán a 60-as évek Woodstock korszakában kialakult a szerelem mindent visz. Ugye az az általános vélekedés, korábban már beszéltünk arról, hogy kit érdemes elvenni feleségül. Az az általános vélekedés, figyeljetek rám, az az általános vélekedés, hogy egy fiú és egy lány szerelmes lesz egymásban, egy fiú és lány szereti egymást, akkor házasodjanak össze. Mert ha szeretik egymást, akkor a szerelemnek nincs más megfelelő útja, mint a házasság. A házasság az, ami ki teljesíti a szerelmet. Ugyanakkor ez egy nagyon téves és rossz gondolat. Ugyanis abban a pillanatban, amikor elmúlik a szerelem, akkor az a másik ember, aki ott ül vagy fekszik melletted, az egy idegen ember lesz. Mert az a nagy büdös igazság, hogy a szerelem is egy olyan dolog, ami egy függési viszony. Tegyük fel, azt mondod, oda megy egy fiú és lányhoz, és azt mondja a fiú a lánynak, ide figyelj, én nekem nagyon, nagyon tetszik a szépséged, nagyon szépnek talállak, nagyon attraktívnak talállak,
szeretnélek elvenni feleségül. Nyilván nem pont így zajlik ez a beszélgetés, hanem leegyszerűsítve. Oké. És mi történik akkor, hogyha az a szépség, ami miatt elvetted feleségül, vagy hozzámentél feleségül egy férfihez a szépsége miatt, mi van, hogyha az elmúlik? Már pedig elmúlik egy idő után, vagy megvált, legalábbis megváltozik, maradjunk ennyiben. Ha nem is múlik el, legalábbis megváltozik. Van-e különbség, a között, hogy én azt mondom, hogy én téged azért szeretlek, amilyen szép vagy, és a között, hogy azért szeretlek, mert gazdag vagy. Oda mész egy csajhoz, vagy egy pasihoz, és azt mondod neki, hogy nagyon tetszik a bankszámlád. Na, jó, gazdag vagy, hozzád megyek feleségül, vagy szeretnélek elvenni feleségül. Mit gondolunk egy ilyen nőről, vagy egy ilyen férfiról, aki a pénzért megy hozzá a másikhoz? Mit gondolunk erről? Milyen az általános társadalmi megítélése? Aztán mindannyian egyetértünk abban, hogy meglehetősen negatív. Meglehetősen negatív annak a megítélése, hogyha valaki a pénzért szereti a másikat, vagy a pénzért nem is szereti. A pénz... Mert ugyanis, ha valakit a pénzéért szeretsz, akkor tulajdonképpen nem őt szereted, hanem a pénzét szereted. És hogyha lenne egy mód arra, hogy megkapjad a pénzt, anélkül, az ember nélkül, ha lenne egy mód, hogy megkapjad a pénzt, anélkül, az ember nélkül, az még jobb lenne. Nagyon szeretlek téged a pénzedért. Ami azt is jelenti egyben, hogy ha esetleg odaadnád nekem a pénzedet, anélkül, hogy hozzád kelljen mennem feleségül, vagy elkinevelek, vegyelek feleségül, az még jobb lenne. Mert igazából engem csak a pénz érdekel, nem te. Azt írja Bokos, hogy a pasik szeme romlik. De ne felejtsd el, Sándor, hogy a nőknél is van. A nők is keresik, a nők számára is fontos az attraktív férfi. Azt írja, hogy Jéger Laci, hogy a szerelem idő után szeretetté alakul, vagy alakul át. Laci, erre mindjárt reflektálok, jó? Nos tehát. Ha azt mondom valakinek, hogy azért szeretem, mert gazdag, az ugye meglehetősen otromba. De ha jól belegondolsz, ha azt mondom valakinek, hogy azért szeretlek, mert szép vagy, az ugyanilyen otromba. Csak sokkal elfogadottabb a társadalomban, de ugyanilyen otromba. És ugyanilyen otrom, hogyha azt mondod, hogy azért szeretlek, mert szép vagy, azért szeretlek, mert okos vagy, azért szeretlek, mert vicces vagy, azért szeretek, mert jó veled társaságban lenni, és a többi, és a többi. Ez baromira otromba. Mi a különbség? Mi a különbség az, hogy akkor, ugyanis, ha ezt a szépséget megkaphatnám nélküled, ha ezt az intellektust, amit, ha azt mondod, azért szeretlek, mert okos vagy, ha én ezt a sok bölcsességet, amit tőled tanulok, meg amit elámulok a te bölcsességettől, azt megkaphatnám nélküled is, az még jobb lenne. Te egy fölösleges hozadéka vagy a pénznek, a szépségnek, a bölcsességnek, és így tovább. Ha én azt az élvezetet megkaphatnám, Kertész Zsuzsa írja, hogy nem tudok belépni az élvásba, nincs letiltva, Zsuzsa. Senki nincs letiltva. Azt írja, hogy le van tiltva. Nem, nincs letiltva. Szóval senkit nem tiltottam le, tudomásom szerint. Nem, egy embert letiltottam, bocsánat, ez nem igaz, egy embert letiltottam. Nem is olyan régen, mert elég... Szóval az igazság, hogy az Indexen nagyon sok komment érkezik, és azok a kommentek között nagyon sok mocskolódó, hát finoman szólva is antiszemita, rasszista kommentek is vannak, és többen kérdezték, pont ma kérdezte az egyik kedves tanulótársunk Gyuri, hogy miért nem tiltom le ezeket a kommenteket, és én azt mondtam, hogy én azért nem tiltom le ezeket a kommenteket, először is azért, mert lusta vagyok vele foglalkozni, másodszorban azért nem tiltom le ezeket a kommenteket, mert azt gondolom, hogy azok, hogy én nem bánom, hogy emberek látják ezt. Lássák csak, hogy milyen bunkó paraszt emberek vannak. ez róluk állít ki szegénységi bizonyítvány, nem rólam. Az, hogyha ilyeneket valaki ilyeneket ír. Na mindegy, visszatérve a mondandóm lényegére. Ha valakit azért szeretsz, mert gazdag, akkor az azt jelenti egyben, hogy ha azt a gazdagságot megkaphatnám nélküled, akkor az még jobb lenne. Ha azért szeretek valakit, mert szép, akkor ha azt az élvezetet, amit a szépsége nyújt, megkaphatnám nélküled, az még jobb lenne. Ami egyben azt is jelenti, hogy ha elmúlik a gazdagságod, vagy elmúlik a szépséged, vagy megváltozik a gazdagságod, vagy megváltozik a szépséged, akkor egy vadidegen vagy. Tekintve, hogy te egy fölösleges hozadéka voltál csak az én célomnak. A célom nem te voltál, hanem a célom a pénzed volt, vagy a szépséged, vagy a humorod, vagy az intellektusod, vagy a tök mindegy micsoda. A szexuális attraktivitás
vagy mondok turvábbat, a szerelem, mint az előbb mondtam, azért veszlek el feleségül, mert szeretlek. És mi van, hogyha majd nem szereted annyira? Vagy mi van, hogyha, ahogy a Jéger Laci írta, ha az a szerelem már nem szerelem, hanem szeretet átalakul, megváltozik, kisebb hőfokon ég, kisebb lángon ég, akkor mi lesz? Ha azért veszel el valakit feleségül, mert szerelmes vagy, akkor ha elmúlik a szerelem, akkor az az ember már nem, akkor ott már nincs kötődés. A szerelem maga is egy függés. Azért veszlek el feleségül, mert szeretlek. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha megkaphatnám ezt az érzést nélküled, amit a szerelem nyújt, ezt az, nem tudom, hogy ez jó érzés, vagy rossz érzés, vannak rossz oldalai kétségtelenül, egy izgalom, egy pizsergés, egy vágy, ha én ezt megkaphatnám nélküled, akkor te fölösleg, akkor te még jobb lenne. Azt írja Zsüli, hogy azért vagy szép, mert szeretlek és szépnek látnak, és ebben van a lényeg a dolognak. Ugyanis én nem azt mondom, hogy ne tessen a férjed vagy a feleséged, de hogy ne. De ne ezért szeresd. Ne azért szeresd, mert szép, vagy azért, mert okos, vagy azért, mert gazdag, vagy azért, mert szexuálisan vonzónak találod, vagy azért, mert szerelmes vagy vele. Hanem azért szeresd, mert ő. És szereted a szépségét, szereted az intellektusát, szereted a pénzét, szeretsz egy csomó mindent, szerethetsz a másikban, de nem ezért szereted. Nem ezért szereted. Amiért szereted, az önmaga. Én téged szeretlek. Téged szeretlek. Persze, nagyon jó, hogy te szép is vagy, nagyon jó, hogy te gazdag is vagy, nagyon jó, hogy te okos is vagy, nagyon jó, egy csomó minden nagyon jó, és szexuálisan attraktív vagy, és még ráadásul szóba is állsz velem, ez az egészben a legjobb, de én téged szeretlek. De én nem is értem, ugye? Szép is vagy, gazdag is vagy, okos is vagy, szexuálisan attraktív is vagy, minden vagy, akkor hogy szóba állsz velem, azt nem is értem. De én téged szeretlek. Azt mondja Misna, hogy És ugye ez, amiben a nyugati filozófia, vagy a 20.-21. századi társadalom eltér a zsidó filozófiától. A zsidó filozófia azt mondja, hogy ne azért menjél a másikhoz hozzáférjül, vagy feleségül, mert szerelmes vagy belé, hanem azért menjél hozzá, mert őt szereted. Ő miatta. Nem a szépségért, vagy a... Mert az ugyanilyen, mint azt mondanád, hogy a pénzért mennél, a pénzért mész hozzá. Ah, vásett lujá bedavár, éjno betél davár, betél ává. Az olyan szerelem, ami függ valamitől, abban a pillanatban, hogy az a függési viszony eltűnik, abban a pillanatban megszűnik a szeretet, megszűnik a kapcsolat is. Hogyan tudjuk ezt levetíteni, ezt a gondolatot, az Isten is köztünk lévő kapcsolatra? Márpedig ott is ugyanez érvényesül. Ne azért, ugye emlékeztek még arra a misnára? Emlékeztek még az első fejezet misnájára, ami azt mondta, hogy ne azért szolgál, ne olyan szolga legyél, aki azért szolgálja a mesterét, hogy jutalmat kap érte, hanem legyél olyan szolga, aki azért szolgálja a mesterét, mert nincsen érte jut. Mert nem azért, hogy jutalmat kapjon érte. Mit mondtam akkor? Azt mondtam akkor, hogy miért ismétli meg a misna önmagát? Megkeresem ezt a misnát. Azt mondja a misna, hogy ne legyél egy olyan szolga, aki azért szolgálja a mesterét, hogy jutalmat kapjon, hanem legyél egy olyan szolga, aki nem azért szolgálja a mesterét, hogy jutalmat kapjon. Mit akar ezzel mondani? Miért ismétli meg a misna önmagát? Azért, mert azt akarja neked mondani, hogy a jutalom, a szolgálat jutalma, az maga a szolgálat. Az Isten szolgálat jutalma, az maga a szolgálat. Pont ahogy most is tanultuk. Az igazi szerelem, az igazi szeretet, az érted érzett szeretet. Téged szeretlek. Nem a szépségedet, nem az intelligenciádat, nem a humorodat, nem a pénzedet, nem is azt a tényt, hogy szerelmes vagyok beléd.
Ha szerelmet állítod a középpontba, akkor isteníted a szerelmet. És mindegy, hogy ki annak a szerelemnek a tárgya. Arról nem is beszélve, hogy ugyanezt a szót használod a töltött káposztát. A töltött káposztát is szeretem, a palacsintát is szeretem, a kutyámat is szeretem, meg a feleségemet is szeretem, meg a gyerekemet is szeretem. Tényleg? Biztos, hogy ugyanezt a szót kell használni ezek közül mindegyikre? Szeretem a gyerekemet, szeretem a feleségemet, szeretem a palacsintát is. Mindegyiket szeretem. Azt mondja a Tóra, amikor biztos emlékeztek, Ábrahám, amikor felesége, ugye elküldi Eliézert, szolgálóját, hogy hozzon feleséget Izsáknak, és elhozza Rebekát. És azt mondja, már meghalt Sára, meghalt Izsáknak az anyja, Ábrahámnak a felesége, és akkor azt mondja a Tóra, hogy ugye elhozza Rebekát, és love at first sight, szerelem első látásra, és Izsák beviszi Rebekát anyja sátrába, és azt mondja szó szerint a Tóra, és bevitte anyja sátrába, azaz Sárának a sátrába, és megszerette őt. Ez azt üzeni, ez a gondolat, hogy előbb vette el feleségül, és aztán szerette meg. Mert megismerte a másikat, azt írja Csilla. Vagy nem Csilla, bocsánat, Zsuzsa, hogy nagyon sokan nem ismerik meg a másikat egészen addig, amíg hosszú éveket le nem élnek vele, igaz? Ezt mondja a Tóra is. Előbb összeházasodsz vele, és aztán szereted meg, mert a szeretet, az nem az a szerelem, az nem az, hogy ahogy kinéz, meg amennyi pénze van, meg hogy szexie, nem ez a szerelem. A szerelem az ő magáért szól. És ez pedig csak az után történik meg, hogy összeházasodsz vele. Csak az után tudod megismerni a másikat olyan mélységig, hogy magáért szereted, és nem pedig azért, ami, hanem azért, aki. Ez csak a házasság után, csak sok évi együttélés után, csak amikor már keresztül mentetek egy csomó jón és egy csomó kakán, akkor tud kialakítani egy olyan érzés, hogy én a másikat szeretem. Függetlenül attól, hogy gazdag-e, szépe, vagy szexie, vagy, és függetlenül attól, hogy szerelmes vagyok-e belé első látásra. Ezért mondja a Tóra, hogy bevezette anyja sátrába, és megszerette őt. Előbb vagy együtt, és mondja, azért a Jéger Laci korábban, hogy a szerelem átalakul szeretetté, azért, mert a szeretet sokkal fontosabb érzés, mint a szerelem. Mert a szerelem az jön-megy. Az egy olyan nagy lángon égő érzelem, hogy nagyon könnyen csap át negatív irányba is. Azt írja Bakos Sanyi, lakva ismeri meg egymást az embert. Ez így van? Így van. Erről szól a házasság intézmény. Ezért tanítja a zsidóság azt, hogy előbb házasodj össze, és majd aztán leszel szerelmes. Nem pedig szerelemből házasodsz össze. Nem a szerelem az, ami a házasságot indikálja, vagy az házasságot megköveteli. Hiszen az a szerelem, aminek az eredménye a házasság, az egy házasság lesz utána szerelem nélkül. Az a szerelem visz, az a házasság viszont, ami nem szerete, szere, nem, amelyet nem a szerelem, amit nem a szerelem kezdeményez, annak a vége az igazi szerelem lesz. Talán már említettem nektek azt a példát, ami ezt a legjobban illusztrálja ezt a gondolatot a egyik kedvenc filmemből, a Hegedűs a háztetőmből. Nem tudom, hogy láttátok a filmet, talán láttátok, Hegedűs a háztető. Nagyon jó kis, utálom a musicaleket egyébként, de az egy nagyon jó musical. Meg jó a zene is, meg hát óriási a sztori is nyilván, meg minden tökéletes. És van benne egy nagyon érdekes jelenet. Emlékeztek arra, amikor ott ül, már mind a három lány ki van házasítva, ide vagy oda vagy amoda, hogy az egyikből lesz egy ilyen slumázó fiút veszel, a másik egy kommunista forradalmárt veszel, a harmadik pedig egy nem zsidóhoz megy hozzá, ami ugye nagy tragédia a családban. De... És akkor van benne egy ilyen jelenet, hogy leül Tevje Goldéval, ugye a férfi a feleségével, miután mind a három lány már elment a családból, ugye a házból. Na, az ilyen kommenteket, mint ez az emani, ezeket le kéne tiltani. Mindegy, ezzel most nem fogom megszakítani az előadást. Na, az ilyeneket azért... Tudod mit, inkább nem tiltom le. Jó az, hogyha látja mindenki, hogy vannak ilyen primitív emberek is. Na mindegy, meg ráadásul ilyen fura néven. Na mindegy is. És akkor leül Tevje Goldéval, és van ez a dal, Do you love me? Emlékeztek erre? Szeretsz engem? És akkor azt kérdezi Tevje Goldétől, hogy szeretsz engem?
És akkor azt mondja Golda, hogy mi van? És azt mondja Tevi, hogy hát szeretsz engem? És akkor azt mondja Golda, hát 25 éve mosok rád, főzök rád, gyereket szültem neked, fáradoztam. És akkor azt mondja neki Tevi, de nem ezt kérdeztem, hanem azt, hogy szeretsz engem? És akkor azt mondja Golda, miről beszélsz? Hát gyereket szültem, az egész életemet feláldoztam, érted? Te szeretsz engem? És akkor azt mondja Golda, hogy ha ez nem szerelem, akkor mi a szerelem? Ha az nem szerelem, és szerintem ez egy nagyon, nagyon-nagyon mély gondolat. Nagyon-nagyon mély gondolat. Ha én feláldoztam, érted, az egész életemet, ha én nem csak hogy feláldoztam, ha én az egész életem a tiéd volt, ha én a tied vagyok, a tied vagyok, mi ez, ha nem szerelem? Mi a szerelem, ha nem ez? Mi a szerelem az, hogy a tied vagyok? A tied? Én vagyok a tied, nem a szépségem, nem a szépségem, nem a gazdagságom, nem a vonzalmam. Én vagyok a tiéd. Ez az igazi szerelem, ez a szerelem. Nem az a, nem az, hogy naponta háromszor kimondom, hogy szeretlek, hanem az, hogy én a tiéd vagyok. Az, és amikor amit mondott ugye Golda Tevének, az egy nagyon-nagyon mély gondolat. Ez egy nagyon-nagyon mély gondolat. 25 éve mostam rád, főzök rád, a tied vagyok, gyerekeket, egy család vagyunk, gyerekeink vannak. Mi ez, ha nem szerelem? Ez az igazi szerelem. Istennel szemben is ugyanez az igazság. Nem azért kell szeretni Istent, hogy a Misna mondta, mert akkor jutalmat kapsz a túlvilágon. Nem azért kell teljesíteni a parancsolatokat, és azért kell Istennek, Isten szolgálni, és nem azért kell morális, etikus életet élni, hogy aztán mi lesz velünk a túlvilágon. Mert ez tulajdonképpen azt is jelenteni, hogy mintha azt mondanám Istennek, hogy ha én megkaphatnám a túlvilág üdvösséget anélkül, hogy bármit csinálnék ezen a világon, az még jobb lenne. De ez nem egy kapcsolat. Ez nem egy kapcsolat. Akkor válik egy kapcsolat igazi kapcsolattá, Isten és ember között is, hogyha én azért szolgálom Istent, mert én az övé vagyok, és ő az enyém. A szolgálat örömé, a szolgálat maga az, ami engem motivál a szolgálatra. Nem pedig a jutalom, amit érte kapok. Hanem a szolgálat maga. Én téged szeretlek, önmagadért szeretlek. Nem azért, ami vagy, hanem aki vagy. Én Istent azért szolgálom, mert Istent szolgálom. Nem azért, mert szeretem a... Mert nem azért, mert szeretem a magát a... A parancsolatokat, mert szeretek imádkozni, szeretek tfilinteni, vagy szeretek kósertenni, vagy szeretek szombatot tartani, vagy szeretek becsületes lenni, vagy szeretek nem hazudni. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hogy szeretem ezeket. És nem az a lényeg, hogy nehéz vagy könnyű. Mindegy, hogy nehéz vagy könnyű. Mert azt kell meglátni, hogy ki van mögötte, ki van ezek között a dolgok mögött. Ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban, azt kell meglátni, hogy ki van ezek mögött a dolgok mögött. Ki van a pénz mögött, a szépség mögött, a szexuális attraktivitás mögött, az intellektus mögött. Ki van? Te vagy. Te. Te vagy mögötte. És ez az igazán fontos. Akkor lesz egy szeretet, akkor lesz ez egy kapcsolat, akkor lesz ez egy igazi kapcsolat. Akkor lesz ez egy igazi kapcsolat. Egy olyan kapcsolat, amely nem függ semmitől, amely bármi is történik, az minden túl fog élni. Akkor lesz ez egy erős házasság, akkor lesz ez egy erős barátság, akkor lesz ez egy erős szülő-gyerek viszony, és akkor lesz ez egy erős Isten és ember viszony is. Hogyha nem függ semmitől, nem azért szeretlek téged, ami vagy, hanem azért, aki vagy. Nem azért szolgálom Istent, amit kapni fogok tőle, hanem azért szolgálom Istent, mert ő Isten.
mert én az övé vagyok. A tied vagyok. Ahogy Salamon király mondja, Anille dodive dodili. Én a mátkámért és a mátkám érte. Ő az enyém, és én az övé vagyok. Ez klasszikus esküvői mondat. Én a tied vagyok, te pedig az enyém vagy. Drága barátom, barátaim, nagyon szépen köszönöm a ma esti figyelmet. Holnap este 8 órakor veletek ugyanitt, és akkor beszélek egy kicsit majd a halál után életről is. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok, szép estét mindenkinek!